A húsvét a kereszténység egyik legnagyobb ünnepe, előkészülete a nagybőjt, amely önmegtartóztatásra tanít, maga a feltámadás ünnepe pedig a kereszténylét erősítésére sarkal, és a megújulást hozza el. Én azt hiszem, hogy a húsvét mindig a tavasznak az üzenetét hordozza, ahogyan a rügyező fák is, többek között itt hátam mögött is, mindig az életet, az élet megújulását, az élet újrakezdését mutatja. Mi húsvétkor keresztények szintén ezt ünnepeljük, hogy az Isten az életre mond igent, az élet teljességére, az újrakezdés lehetőségére. Egy kicsit bíztatva minket is arra, hogy merjünk megújulni, merjünk valami újat hozni. Ebben nyújt segítséget a húsvét ikonja is, véli a parókus. Krisztus megragadja Ádámnak a kezét, és szinte kihúzza, és jelzi azt, hogy az élet jóval több, mint egyfajta biológiai valóság, és ennek a gazdagságát és teljességét éljük meg mindannyian. Ilyenkor meg is újulunk, valljuk be őszintén, hiszen a hölgyek a nagy takarítással, egy kicsit az életünk helyrehozásával, rendezésével, katolikusok gyónással készülnek erre az ünnepre, hogy megújítsuk a kapcsolatainkat, a rendszerünket, önmagunkkal, Istennel, embertársainkat, és ebbe az élet újságában újult erővel tudjuk a mindennapos terheket vinni és a feladatainkat végezni. Jézus Krisztus alászállt a poklokra, harmadnapon föltámadt a halottak közül. Kereszt halálával nem szabadította meg a világot a szenvedéstől, de megváltotta minden ember bűnét. Az ünnep Krisztus föltámadása és Isten szeretete azt erősíti a templomi közösségekben, hogy az ember túlmutat a biológiai valóságon. A húsvéti hagyományokat a templomokban tartják a hívek, míg mindig sokan viszik az ételeket szentelésre, hogy az ne csak a testet, hanem a lelket is táplálja.